Mert amikor a Slam még nem volt ennyire népszerű, nem hívták meg a slammereket műsorvezetőnek, meg hogy a szabadságról beszéljenek 6 percbe, már akkor is volt Slam. És a következő fellépünk már akkor is slammert. Úgyhogy ő nem a slammer hercegnő, hanem a slammer királynő, vagy ilyesmi. De van ám ennél neki komolyabb titulusa is, azt kénytelen vagyok papírból felolvasni, mert tele van idegen szavakkal. Az ELTE magyar pszichológia és kulturális antropológia szakának elvégzését követően, illetve a klinikai szakpszichológus képzés mellett börtönpszichológusként helyezkedett el. Egy hölgyről beszélünk egyébként, aki mindezek mellett a társadalomnak rendkívül fontos és csak fontos dolgok mellett a ludditák, talán egyetlen lány repzenekar, inkább nem akarok hülyeségeket mondani, de egy igazi, tökös reppercsajról beszélünk. Hölgyem és uraim, színpadon Fiat Titanilla. Sziasztok! Mindegy, hogy hogy csak nehogy se, hogy mondaná a ludditák, de most nem a ludditák színeiben jöttem, hanem börtönpszichológusként. Az első dián Fligau Gergő gyűjtéséből láthattok egy graffitit a Budapesti Fegyház és Börtön fogda zárkáján. Megölni megtudtok, de megtörni soha, írja a fogdára helyezett fogvatartott, és egy kicsit ebben a szellemben, vagy némiképp ezzel polemizálva, szeretnék néhány történetet elmondani a börtönből, a szabadságról. Az idei nyarat szexuális bűnelkövetőkkel töltöttem egy amerikai börtönben. Üldögéltem közöttük nagy kabátban, mert kicsit túltolták a légkondit júliusban, és hallgattam, hogyan szedik ízekre a foglalkozásokon a saját élettörténetüket, a bűncselekményhez vezető oksági láncolatot és mindenféle kognitív pszichológiai koncepciókat. Hogy hogyan ültetik az agyukba a kopasz cenzort is, hogy helyettük gondolkodjon, ha kell, csak hogy együttműködési hajlandóságukról biztosítsák a terapeutákat. A szabadságára a kooperáció. Feltételes kedvezmény csak annak jár, akiről elhihető, hogy változik. A zárka ablakokból jól látható volt szemközt a Sexually Violent Predator Unit épülete. Akit nem sikerül a programon megjavítani, oda kerül, mint a féle selejtes munkadarab vagy veszélyes hulladék. Nem, az már nem börtön, válaszolják kérdésemre a terapeuták. Terápiás intézet, mondják, aztán halkan hozzáteszik, hogy onnan még soha nem szabadult senki. Mr. Robertson a szabadulása előtti utolsó meghallgatásán vesz részt. A Sex Offender programmal végig együttműködött, a róla írott vélemények kiválóak, és mivel alacsony kockázatú személyként értékelik a terapeuták, nincs akadálya annak, hogy visszatérhessen a szabad életbe. Minden nap úgy érzem, mondja Mr. Robertson, és nagyon szigorúan néz a szakértő bizottság elnökének az arcába, hogy meg kell erőszakolnom valakit. Odakint biztosan meg fogok támadni egy nőt, csak erről fantáziálok már hónapok óta. Dr. Moreno, a bizottság elnöke, egyre tehetetlenebbnek tűnik, végül az ablak felé, a Predator Unit épületére bök. Mr. Robertson, szólal meg kétségbe esetten, ugye egészen biztosan tudja, hogy hova vezet mindez, amit itt elmond nekünk. Természetesen, válaszolja Robertson, és a meghallgatás során először enyhül az arcán a szigor. Higgadtan nézi a vöröstéglás épületet a NATO háló túloldalán. Mr. Robertsonnak soha többé nem kell szabadnak lennie, amiről hirtelen beugranak a képeslapok, amiket a drogprevenciós csoportból szabadult fogvatartottaktól kapok Budapesten. Kedves Titanilla, bevallom, néha visszavágyom a börtönben. Itt kint minden ugyanolyan szar, mint volt. Bent legalább beszélgettünk, voltak foglalkozások, itt semmi sincs. 3 hete megint elkezdtem szúrni magam. Sajnálom. Aztán eszembe jut egy fiús lány is a kalocsai női börtönből. Tök kopaszra nyírt fej, büszkén mutogatott boxeralsó és aftershave gyűjtemény a fogdán, aztán, hogy sírva kér, hogy írjak valami szakvéleményt, hogy ne adhassák rá a nőknek rendszeresített hálóinget a tököli rabkórházban. A várható szabadulása előtt néhány héttel fellökött egy felügyelőt. Újabb évek. Nem tűnt elkeseredetnek. A börtönben dolgozik, gimnáziumba jár,
itt nem néznek rá úgy, mint abban a Baranya-megyei faluban fognak, ahová senki sem vár haza egy gyilkost. És így együtt szabadulnak a barátnőjével is. Vagy megemlíthetném a mindig kifogástalanul sminkelt, hosszúhajú Cindyt a férfi börtönből, aki ugyan úgy döntött, hogy nőként tölt el éveket a férfi előzetes házban, a szabadulása utáni időszakról viszont a következőket mondta. Kint féltem, nem tudom pontosan mitől. Nem mertem így menni az utcán, és a családom előtt is szégyeltem. Így hát fiúként indultam el bulizni otthonról, aztán a diszkó előtt bedobtam a palicuccot a bokorba, és oda már, mint nő mentem be. A palicuccot. Még akkor is, hogyha a szabadság és a rabság közötti viszony bonyolultabb, mint gondolnánk, természetesen nem igaz az, hogy a fogvatartottak egyöntetűen a börtönt részesítenék előnyben. Sőt, egy fiatal férfi az ugrás előtt szembesült azzal, hogy a két fal közötti távolság, amit a börtönüzem ablakából felnézve nagyjából 2 méteresnek látott, valójában több mint 4 méter. A kamerafelvételek szerint 3-szor futott neki, mielőtt elrugaszkodott volna. Akkor már nem érdekelt, mondta, miután a sikertelen szökési kísérletet követően visszahozták az intézetbe. Úgy voltam vele, hogy akár a halált is vállalom, csak hogy hazamehessek még egyszer. Be akartam bizonyítani, hogy ártatlanul ítéltek el. Hát, ki így, ki úgy akar hazamenni. Kázs Zsolt a múlt héten járt nálam pszichológusi meghallgatáson. Mivel nem képes beletörődni abba, hogy csak nem 8 évet kapott kábítószerrel való visszaélés miatt, javasoltam neki, hogy esetleg forduljon a TASZ-hoz. Nincs internet az irodámban, a börtönben, ezért megígértem, hogy másnap adom át a címet, ahová írhat. A TASZ weboldalán a következő figyelmeztetés fogad. Kérjük, hogy megkeresésében mindig adjon meg telefonos vagy elektronikus levelezési elérhetőséget, mert nem áll módunkban papír alapú levelezést folytatni. Hát a rabok sok mindent megtesznek a szabadságukért, egyesek még az illegális mobiltelefonok birtoklásától sem riadnak vissza. A falba kaparják, vagy a WC-tartályban rejtik el a készülékeket, bár ezzel gyakran épp az ellenkezőjét érik el. A fegyelmi fenyítés miatt nem szabadulhatnak feltételesen, így nem egyszer újabb éveket veszítenek el. Úgyhogy ha lehet egy javaslatom, vagy inkább kérésem, még ha nagyon kínos meg ciki is az ünnepeltől kérni egy szülinapi partin, legyen papír alap. Boldog születésnapot, köszönöm szépen!